Köszöntöm nézőinket! Önök a Diagnózis 2022. évi 13. adását látják. A Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinjának mai adásában górcső alá vesszük a tipikus nyári betegségeket. Dr. Bosnyákovics Tünde megyei tiszti főorvossal megbeszéljük, mire kell figyelni a strandon, hogyan előzhetők meg a bakteriális fertőzések vagy a szalmonella. Aztán bemutatunk egy prostatarákból gyógyult férfit, és ennek kapcsán beszélgetek vendégemmel a 10.000 lépés programról. Érdemes lesz tehát ma is velünk tartani. Itt a nyár tombol, a kánikula, már a napi középhőmérséklet sem csökken 30 Celsius fok alá. Ez rettentően megviseli szervezetünket, hogy hogyan tudunk csillapítani a hőség okozta kellemetlenségek közül, és milyen tipikus nyári betegségektől kell megóvni magunkat, arról dr. Bosnyákovics Tünde megyei tiszti főorvost kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hetek óta nagyon meleg van, szárazság, nem is nagyon esett az eső. Mi a legalapvetőbb és legegyszerűbb praktika, amivel egy kicsit enyhíthetünk ezen a kellemetlen nyári hőségen? Hát alapvetően kerüljük el a hőséget, tehát ez a legfontosabb, tehát lehetőleg délelőtti, reggeli órában mocorogjunk kint a szabadban és az esti órákban. Hát sajnos nálunk még nincsen a siesta intézménye kialakítva, de igazából az lenne az optimális, hogyha délelőtt 11 és délután 3 óra között egyáltalán nem tartózkodnánk a szabadban. Ez az egyik legfontosabb. A másik, hogy próbáljuk meg a környezetünket is a hőtől megóvni. Nem csak a légkondicionálókra kell gondolni, hanem az alapvető fizikális védekezésre, tehát egy sötétítő függöny, egy paletta, egy redőny, a függöny nem is egy drága mulatság, tehát mindenképpen már a reggeli órákba húzzuk be ezeket, és csak az esti órákba nyissuk ki. A másik nagyon-nagyon fontos az lenne, hogy megfelelő mértékben fogyasszunk folyadékot. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki vigyen egy palack vizet magával. Tehát nem véletlenül osztogatnak most már a vasútállomásokon, az autóbuszpályaudvaron vizet. Vigyük el magunkkal a vizet, tartsuk meg a palackot, ingyenes ivókutakban meg tudjuk tartani. Nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy a sérülékeny csoportok, tehát gondolok itt a kisgyerekekre, a nagyon idősekre, illetve mindenkire, akinek valamilyen krónikus megbetegedése van, fontos lenne, hogy konzultáljon az orvosával. Ebben a nagyon meleg időben a különböző gyógyszereknek az adagolását meg kell változtatni. Nekem pár évvel ezelőtt a majdnem 80 éves nagynéném rendszeresen ájulás közeli állapotba került, így nyár folyamán. Elkezdtem vele vérnyomásnaplót vezettetni, és kiderült, hogy a vérnyomás csökkentőit a töredékére kellett csökkenteni, és a rosszul léteinek az oka pont az volt, hogy túl voltak ezek adagolva. Tehát akinek ilyen betegsége van, az mindenképpen számítson arra, hogy valamit változtatni kell a terápián. Említette az előbb a vízivást, ezt nagyon sokan hangoztatják, de mégis mennyit kellene egy ilyen közel 40 fokos kánikulában fogyasztanunk egy nap? Ugye ez mindig attól is függ, hogy valaki mennyi idős, meg mekkora az az adott szervezet. Tehát én azt mondom, hogy egy átlagos 60-70 kg-os embernek azért ilyen időben minimum az a 2-2,5 liter folyadékot el kellene fogyasztani. Ugye ásványi anyagpótlásról is gondoskodni kell, tehát lehetőleg ásványi vizeket kellene fogyasztani. Nagyon fontos azzal számolni, hogy a kávénak, az alkoholnak van egy vízhajtó hatása, tehát én például szeretek kávézni, de nem véletlenül hozzák ki a kávét mindig egy kis pohár vízzel, tehát ha iszunk kávét, akkor igyunk mellé vizet. Az alkoholfogyasztással meg borzasztóan vigyázni kell ebben a hőségben, hiszen az hatása is felerősödik, ha vízparton vagyunk, ugye sokkal bátrabbá válunk, tehát a vízi balesetek jelentős részének az alkoholfogyasztás az oka. Jó, és hogy említette a strandot, hiszen ez is egy kardinális veszélyforrás lehet, különösen a gombás fertőzések meleg ágya, ugye a medence vagy a vízpart. Ott hogyan tudunk védekezni ezek ellen? Hát a gombás fertőzések ellen vannak alapvetően ugye ezek a lábmosók kialakítva, tehát úgy kellene bemennünk a medencébe, hogy előtte átmegyünk ezen a lábmoson, itt általában magasabb a klórtartalom, de nem véletlenül vannak egyébként a strandokba klórozva a vizek, tehát mi azt szoktuk mondani népegészségügyi területen, hogy nem feltétlenül baj az, hogyha egy kicsit magasabb a klórtartalom, mert azért az a legtöbb bakteriális, tehát a baktériumot és a gombákat is elpusztítja. Hát nyilván a bőrünknek, a hajunknak viszont nem tesz jót.
a bőrünkre is oda kell figyelni, hiszen a nap nagyon súlyos károkat tud okozni a bőrünkön. Sokszor elhangzott már ez is, hogy kenjük a bőrünket, védjük napfényvédő krémekkel, mégis milyen gyakran érdemes bekenni magunkat ezekkel a készítményekkel? Amit nagyon fontos lenne hangsúlyozni, hogy ne a strandon kenjünk be magunkat, sem magunkat, sem a gyerekeket, hanem még otthon indulás előtt. Tehát ezeknek a készítményeknek van egy felszívódása, egy ható ideje, ez körülbelül 15 perc lenne, tehát már otthon be kellene magunkat krémezni. Arcra, dekoltásra érdemesebb egy magasabb faktorszámú készítményt használni, karra, hátra lehet alacsonyabb faktorszámút. Az ismétlés ugye az attól is függ, hogy mennyi időnként megyünk vízbe, mert hiába van ráírva arra a készítményre, hogy vízálló, azért ez nem feltétlenül van így. Tehát én azt gondolom, hogy amikor kijövünk a vízből, ugye mindenképpen le kellene zuhanyozni, ahogy említettem az előbb a klort, azt lemossuk a bőrünkről, vagy hogyha természetes vízbe vagyunk, akkor az egész, egyéb szennyeződéseket, és utána, száradás után javasolt újra bekrémezni magunkat. Mi a helyzet azokkal, akik hajlamosak könnyen leégni, és gyakorlatilag 5 perc alatt vörösre égnek, ők mit tudnak tenni annak érdekében, hogy elkerüljék, és ha már megtörtént a baj, akkor mit tegyenek? Akinek egyre fehér bőre van, az ne nagyon menjen napra. Tehát, hogy azért nem véletlenül vagyunk ilyenek és olyanok. Tehát, aki fehér bőrű, vörös hajú, tényleg, tehát szoktuk látni régebben már, bocsánat, a Balatonon lehetett tudni, hogy kik a német turisták, akik megjöttek, és 2 nap alatt rákvörösek lettek. Tehát egyrészt ugye, aki érzékenyebb bőrű, az kevesebbet tartózkodjon napon, jóval magasabb faktorszámú készítményeket kell használni, tehát akár 100-as faktorszámig ugye el lehet menni. Akinek jobb bőre van, tehát tudja jól, hogy jól barnul, az azért van, mert ő jobban bírja a napot. Tehát mindenképpen egyéni megoldásokat kell választani. Mit tehetünk? A leégett bőrt is hűteni kell, tehát ugyanúgy, ahogy egy égett testfelületet, ugye ez is kvázi égésnek minősül, tehát mindenképpen érdemes azt a bőrfelületet hideg vízzel hűteni, nem ülőfürdőre gondolok, hanem zuhanyozni, és utána gyógyszertárban kapható készítményen, például mindegy Irix a készítmény neve, tehát de le vannak egyéb készítmények, akkor érdemes ilyennel kezelni, esetleg aloe vera tartalmú készítményekkel. A napégés vagy a napon tartózkodás azért is problémás, hiszen nagyon könnyen napszúrást lehet kapni. Erre kik a leghajlamosabbak? Hát szerintem napszúrásra egy idő után mindenki, úgy is mondjuk magyarul, hogy felforr az agyvize. Tehát ahogy most sétáltam hazafelé a Derkovics fasorról, ezt tapasztaltam, pedig még kalap is volt rajtam. Tehát mindenki hajlamos, de a kisgyerekek, idősebb korosztály az veszélyeztetettebb. Tehát nem véletlen az, hogy kisgyerekeknél mindig valamit rakni kell a fejére. Legyen az egy kendő, egy kis sapka, egy kalap, tehát őket nagyon védeni kell. Ráadásul nekik a testfelületük aránya az nagyobb a testtömegükhöz képest, tehát ők jóval hamarabb veszítenek például folyadékot, sokkal hamarabb kiszáradnak, mint egy átlagos felnőtt. Az időseknek pedig már az alkalmazkodó képessége szűkül be, tehát az ő szervezetük már nehezebben alkalmazkodik, jóval hamarabb rosszul lesznek és napszúrást kapnak. Kicsit komolyabb vizekre evezve, a bakteriális vagy a vírusos fertőzések a gyakoribbak így nyáron? Mind a kettő, hogy őszinte legyek, a szalmonella, a kampiló fertőzéseknek is szezonja van, meg jellemzően a kalicivírus fertőzéseknek. Azt kell tudni, hogy mindegyik terjedhet vízzel tulajdonképpen, csak a vírusok azok nem szaporodnak se a vízben, se az ételekben, tehát tulajdonképpen a kalicivírusnál is ugye ez egy cseppfertőzés, ott a beteg szervezetből kijut az ételre, vagy a vízbe, és akkor végig söpör. Egy pár évvel ezelőtt volt Balatonon egy átúszó verseny, amikor úgy tudom, hogy tán 200-an is megbetegedtek kalicivírusban, fertőzésben. Azt kell tudni, hogy a kalicivírus fertőzésnek nagyon rövid a lappangási ideje, tulajdonképpen egy napon belül szinte mindenki beteg lesz. Vezető tünet a hányás, tehát nem annyira a hasmenés, tehát ott hány mindenki, viszont általában nem igényelnek kórházi kezelést, tehát nagyon hamar, nagyon beteg lesz szinte mindenki, és mindenki meg is gyógyul. A szalmonella fertőzés ugye az bakteriális fertőzés, a kampilobakter is. A baktériumok azok remek jól érzik magukat ebbe az időbe, nagyon el tudnak szaporodni az ételekben. Ez a hőmérséklet, ez számukra kedvező. Tehát nagyon oda kell arra figyelni, mind vendéglátóhelyeken, mind a háztartásokban, hogy
a megfőzött ételt minél hamarabb rakjuk be hűtőszekrénybe, ne hagyjuk kint órákig, mert a baktériumok elszaporodnak benne. Nagyon fontos az, hogy húskészítményeket megfelelő ideig süssünk. Ha mégis megtörténik a fertőzés, ott azért jellemzően egy-két nap múlva alakulnak ki a tünetek. Itt a vezető tünet már a láz, a hasfájdalom, a hasmenés, és bizony itt nagyon sokan, hát nem nagyon sokan, de többen szorulhatnak kórházi kezelésre. Akkor ezeket a tüneteket komolyan kell venni, hogyha úgy alakul? Mindenképpen. Vannak, én gyerekorvosként kezdtem a pályafutásomat, tehát gyerekeknél el tudom mondani, hogy nagyon oda kell figyelni, hogyha bevont lesz a gyereknek a nyelve, hogyha a kis bőröcskéjét megemeljük a hasán, és akkor ez így nagyon ráncolható. Ha karikás lesz a szeme, hogyha bágyattabb, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Inkább vigyük korábban orvoshoz, mint később, mert ha már nagyon kiszárad, akkor nagyon nehéz az infúzióhoz vénát találni neki. Tehát, hogy ha egy kicsit korábban elvisszük, akkor sokkal hamarabb hát megkapja az infúzióját, hidratált lesz. Hogyha nagyon sokáig várunk, akkor az egészségügyi személyzetnek is nehezebb dolga van. Ezek nagyon-nagyon hasznos tanácsok voltak. Így a végére még egy kérdésem lenne, hogy a nyaralás előtt a családoknak mit javasol, mi az a néhány legfontosabb dolog, amit mindenképp csomagoljanak be a bőröngyükbe? Hát én nemzetközi orvosként is dolgozom, tehát nekem amikor először eszembe jutott, hogy hát egy pár védőoltást azt lehet, hogy nem ártani felvenni nyaralás előtt. Gyakorlatilag nagyon röviden két védőoltás van, amit szinte minden úti célnál javasolunk, illetve egy van, amit minden úti célnál. Ez a fertőző mágyuladás A-típusa elleni védőoltás, amit tengergyümölcsei, szennyezett, például szennyvízzel szennyezett görögdinnye, gyümölcsök, nem jól átsütött gírosz hús terjeszthet, egyébként Magyarországon is hasznos. Ez egy két oltásból álló oltási sor, de az első oltás után 14 nappal már megvan a védettség. És nagyon sok úti célnál, ahol nincs rendesen elkülönítve az ivóvízhálózat a szennyvízhálózattól, ott gyakori a hastífusz fertőzés. Erről tudni kell, hogy a hastífusz az egy komoly enterális megbetegedés, tehát nagyon magas, ilyen úgynevezett platószerű lázzal jár, tehát fölmegy a láz, és ott is marad 40 fokon. Nem hányással, hasmenéssel jár, hanem haspuffadással, hasfájdalommal, és sajnos megvan az a szövődménye, hogy a vékony bélben vannak ilyen kis nyirok, plakkok, és ezek kiukadhatnak. Tehát egyrészt súlyos megbetegedés, másrészt nagyon sokáig hordozó maradhat valaki. Ez egy ilyen legenda, de igazából egy tényeken alapuló legenda, hogy egyetlen egy személy az úgynevezett tífuszos méri vitát egész Amerikán a keleti partról, a nyugati partról a hastífuszt, és nyomon tudták követni az ő útját. Egyébként a mai napig még Magyarországon a hastífuszos betegeket nyilván kell tartani. Tehát, hogy mit csomagoljunk, gondoljunk erre is. Amúgy meg én mindig szoktam lázcsillapítót vinni, betadint, fertőtlenítő szert, akkor ha allergiás az a gyerek, vagy hajlamos ugye a laringitiszra, hogy befulladjon, akkor Ventolin spré, kálciumot csomagoljunk, és bevallom őszintén, amikor kisebbek voltak a gyerekeim, én már csak ilyen jobb félni és megérni alapon, én vittem magammal antibiotikumot is. De hál' Istennek legtöbbször érintetlenül visszaszállítottam, de volt már olyan családi nyaralásunk, ahol a leges-legelső estén a kisfiamnak 39.6-os láza volt, és másnap a másiknak is. Tehát akkor jól jöttek ezek a szerek. Igen. Nagyon szépen köszönöm Bosnyákovics Tündinek, hogy mindezeket a hasznos tanácsokat elmondta. Nagyon szívesen. Hazánkban évente közel 5000 férfinek mondják ki a súlyos diagnózist, prosztatarákja van, közülük 1500-an meg is halnak. Ez az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a férfiak körében. A prosztatarákból azonban van kiút, ha időben felfedezik, jól kezelhető. A 10.000 lépés program riportfilmjében meggyógyult, illetve ma is a betegséggel élő férfiak fogalmazták meg üzeneteiket, saját példájuk nyomán biztatják az apákat és nagypapákat, hogy vegyenek részt időben szűrővizsgálaton. A prosztatarákos betegtársaknak pedig arról beszélnek, mi mindent tehet maga a beteg a javulás érdekében. Ha valaki oda kerül, ezzel a rákkal is, vagy más betegséggel is, hogy
időbe menjen, és ne adja föl, csinálja. És reményt azt ne veszítse el, a mozgást ne adja abba. És az ember is, ha gondolkodik rajta, hogy most benne vagyok, és akkor egyszer csak beugrik az, hogy nem lehet föladni. Pap László vagyok, 81 éves, és 2020 őszén derült ki, hogy rossz indulatú, rossz a daganatomban. 69 éves voltam, és akkor volt ilyen meghirdetett prostataszűrés. És utána ugye évente jártam vissza, tehát folyamatosan ellenőrzés alatt voltam. Általánosságban azt mondjuk, hogy 50 éves kor fölött forduljanak urológushoz, és 50 éves kor felett figyeljenek már arra, hogy a prostatával kapcsolatos eltérések mit mutatnak. Családban előforduló másik prostata daganat esetén már a 45 éves kort mondjuk. Majd egyszer magosult a PSA. Abban az évben 3 havonta jártam én oda. Urológus mondta, hogy mint a vétel kéne csinálni. Mondom, akkor csináljuk, pozitív lett az eredmény, de ne ijedjek meg, mert ez jól kezelhető. Az Oncoteam az egy olyan rendszer, amiben az összes szakember együtt ül le heti rendszerességgel egy közös fórumon, ahol azon a héten diagnosztizált vagy terápiás döntésre váró betegeknek az eseteit tárgyaljuk meg. Ebben mindig jelen van az urológus, egy sugárterápiás szakember, egy klinikai onkológus, aki a gyógyszeres terápiákról tud dönteni, patológust, aki a szövettani eredményt állítja fel, illetve a radiológus, aki pedig a különböző képalkotó vizsgálatok eredményeit mutatja meg. Mindegyik szakterületnek megvan a maga szerepe és helye ebben a közös munkában, és csak közösen tudjuk a legjobb eredményt elérni. A tűzoltó voltam. A tűzoltóság, ugye a tűzoltás, a csapatmunka. Együtt tudtuk csak megoldani. Az orvosi munka is egy csapatmunka, ahol először kiderítik, megvan az, hogy mit lehet tenni, és akkor együtt kell dolgozni a betegnek, szerintem. Akkor, ha a betegség nincs elterjedve, 2 nagy pillére van az onkológiai kezeléseknek. Az egyik pillére az a sebészi eltávolítás, vagy az urológiai műtét, tehát a prostatának az eltávolítása, akár a környező nyirokcsomókkal, hogyha ez szükséges. A másik nagy pillére pedig a sugárkezelés. Meghallgattam több szakorvost, akik gyógyszeres kezelést is javasoltak, már a műtétét nem javasolták. Ez mellett döntöttem, hogy csináljuk ezt a sugárkezelést. Először ugye beültették ezt a aranymarkereket, ami pontosította, hogy hova menjen az a sugárzás. Vége lett a dolognak, és az eredmény jó volt. Az orvos, mikor fogadott, látta, hogy milyen az eredmény, hogy sikeres volt a dolog, mondta, hogy akármibe meghalhat, de ebben nem. A másik nagy lehetőség a terápiában, ami a helyi kezeléseket kiegészíti, ez a gyógyszeres terápiák, mivel a prostata daganat az egy hormonérzékeny daganat, ezért új hormonterápiák, új kemoterápiák, infúziós kezelések, új célzott kezelések, amiket a prostata daganatban alkalmazhatunk. Még ha áttétes állapotban fedezünk fel egy betegnek a betegségét, akkor is hosszú éveket tudunk adni a gyógyszeres kezeléseinket. Azt szoktam mondani a betegeknek, hogy egy cukorbetegség sem tudunk teljesen meggyógyítani, hanem azt is kezelni kell, és éveken keresztül kordában tartani, az áttétes betegséget is hosszú évekre meg tudjuk így szelidíteni. Na most, hogy ne legyen teljesen tiszta a kép, ugye mikor ez már megúrt, hogy na, ki gyógyult, vagyis hát a gyógyítás sikerült, akkor ugye comjaktörést szenvedtem. A kertészkedés után nagyon kezdett fájni a lábom, de hát nem gondoltam én arra, hogy ez törés. 6 hét telt el, mire oda kerültem, hogy meg lett röggönözve. Hát fájdalmas volt itt a napig. Lábtörés miatt a biciklizés egyelőre várat magára, de hát le nem tettem róla. Egyre tovább tudom magam tartani. Lassan már a másfél lábból esetleg lehet, hogy egy is 3/4 lesz, ha nem is 2. A mozgás nem állt le, akkor ugye kitaláltam azt, hogy valahogy megoldom a dolgot. Vittem a hokedlit a kertbe is, én 5-10 percig tudtam valamit csinálni, akkor ültem le. Kis pihenővel akkor csináltam,
meccettem, virágos kertet fölástam, permetezés is megoldottam, lábon voltam ki a combnyaktörést. Mi a prostatadaganatos betegeket próbáljuk a diagnózisnak az első pillanatától kezdve az egészségtudatos életmódra és a mozgás tudatos életmódra irányítani, és ő pedig, hogyha mozognak, akkor sportolnak, sétálnak, nordic walkingolnak, kutyát sétáltatnak, akkor azzal tehetnek még hozzá az életkilátességhez és a betegség javulásához. Van egy tanyánk, Orosházától 10 kilométerre van, ha az ember kimegy, most ha szép a búza, vagy a fák, nagyon szép, mikor virágzanak, bármelyik is teli virággal. Ha kimegyek a tanyára, az egy ilyen feltöltődést ad, pihenés szempontjából, kikapcsolódás szempontjából is. Nekem szükséges az, hogy fizikailag 3-4 óra hosszán dolgozzak, vagy mozogjak, ami testi, még lelki egyensúlyba teszi az embert. Ezáltal ugye alvás is jó, étvágy is jó, hangulata is jó. A gyógyszerek is hasznosak, mikor oda kerül az ember, mert szükséges. De ez ilyen fizetés nélküli gyógyszer. A prostatadaganatos betegeknek a mozgásra való buzdításában nagyon nagy szerepe van a 10.000 lépés programnak, aminek mi orvosok is nagyon örültünk, amikor évekkel ezelőtt ez elindult. Ez a 10.000 lépés program, ez arra hívja fel a figyelmet, tényleg nagyon széles körben, hogy mennyivel javulhat a betegeknek az életkilátás. Erről nagyon sok klinikai vizsgálati eredményünk van, hogy akár egy heti háromszori 30-40 perces aktív mozgás 40%-kal is javíthatja a betegség kimenetelét. Egy ebéd alkalmával mondtam az ászéknak, hogy hát mondom, halljátok, én vagyok a legszegényebb. Hát mondom, feleségemnek van 6 unokája, nektek is van 2 unokátok, nekem mondom, még egy sincs. Egy kicsit meg is sajnáltam. És akkor az idő meghozta. 2 unoka van, a kislány most tölti a 9-et, fiú 7 évet, sakkoznak, akkor itt a versenyekre járnak. Én megtanítottam a fiamat sakkozni, ő az unokákat, és már ők minden kettőnket elvernek. Így aztán már mostan én sem vagyok szegény, konkrét unoka. Az életet nem lehet feladni, mostan legyen ez rák, vagy bármi. Mert vannak az mélypontok, hogy az ember tényleg odaér. Kicsit az emberben benne van a félelem, de hát azért, ha belenézünk, vannak az időjárásban is, hogy borult minden, és egyszer a nap kisüt, és akkor minden jóra válik. A kisfilm után a riportot készítő újságíró kollégámmal, Bépap Lászlóval beszélgetek. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Miért pont 10.000 lépés a program neve? Annak idején 10.000 lépés program azért indult el, hogy minél inkább mozgásra ösztönözzük a prostatarákos betegeket, és a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek volt akkor egy kezdeményezése, egy kampánya, ami arról szólt, hogy az egészséget úgy lehet megőrizni, ha minden ember legalább 10.000-et lép egy nap, és ezt az akkori üzenetet ültettük át ebbe a programba, amikor évekkel ezelőtt ez elindult. Fogunk még erről beszélgetni, de mindenek előtt a kisfilmre térnék ki, hogy édesapádról szólt, tehát nagyon közeli szálon kötöttél az alanyhoz, a riportalanyhoz. Mennyire volt nehéz vagy könnyű ilyen minőségben riportot készíteni? Nem szoktam izgulni riportok előtt, már nagyon, nagyon régen, hiszen ugye nagyon sok riportot készítettem, már most izgultam. Egész más, tényleg egész más. Én jobban lámpalázas voltam, mint ő. Ő nagyon szeret mesélni, tehát azt tudtam, hogy jó mesélő, de általában arról szeret mesélni, ugye, ami számára fontos, és itt azért nem életút interjúk készültek, hanem megvolt az, ugye, hogy 6-8 percben kell összesűrítenünk mindazokat a tudnivalókat, mindazokat az üzeneteket, amelyek érdekesek lehetnek az ország másik felén is, és ezért féltem egy picit ettől, hogy fogunk egymással boldogulni, de azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon tartalmas beszélgetés sikerült
oda-haza készíteni vele. A nyersanyagot én elteszem magamnak emlékbe, ami pedig ebből üzenet lehet más sorstársak számára, az pedig benne van a kisfilmben. Egészségügyi újságíróként tevékenykedsz már nagyon régóta. Honnan az elköteleződés a téma iránt? Egészségügyel foglalkoztam még vidéki tudósítóként, amikor Csongrád megyéből, Békés megyéből tudósítottam, akkor a Weborvos nevű portál futott fel éppen, és vidéki tudósítókat keresett. Nekem az volt az első kapcsolódásom az egészségügyhöz, akkor ismertem meg itt a régióban a kórházigazgatókat, orvosokat, aztán betegszervezeteket, és aztán úgy alakultak az évek, úgy alakult a sorsom, hogy egyre inkább betegszervezetekkel, orvostársaságokkal dolgoztam együtt, és aztán ez így is maradt. Nagyon megragadott a filmben, és ez már visszakanyarodik egy kicsit a 10.000 lépés programhoz. Az az élni akarás, életerő, ami édesapádból sugárzott a filmen keresztül. Mit gondolsz az ő gyógyulásához, mennyire tett hozzá, hogy ennyire aktív életet él még 80 pluszosan is? Igazából neki nagyon régi mondása az más problémák kapcsán is, hogy az életet nem lehet feladni. És ugye ez a kulcsüzenete ennek a filmnek is, ami egy más megvilágításba kerül akkor, amikor valaki rákbeteg lesz, akkor egy még erősebb üzenetté válik. Ő, amikor nem volt még rákbeteg, akkor is minden problémával szemben ezt képviselte, és ezt adta át a környezetének. És azt gondolom, hogy nagyon sokat számított akkor is, amikor kiderült a baj, hogy nem kétségbe esett, hanem azt mondta, hogy most akkor ez egy adott helyzet, ez megváltoztatni nem tudjuk, nézzük meg, hogy mit lehet tenni. És nagyon fegyelmezetten végigment azon a betegúton, amelyet sokaknak meg kell vívni, vagy amelyeken sokaknak végig kell menni. És azért is választottuk őt, ugye dr. Maráz Anikó, itt a Szegedi Onkoterápiás Klinikának a docense, az orvosnyilatkozója ennek a kisfilmnek. Ő egyengette apunak is az útját, tehát hogy a kezelőorvos, illetve a páciense. És amikor szétnéztünk a doktornővel, hogy a páciensi köréből ki lehetne jó beteg, akkor egyetértettünk abban, hogy akkor ez legyen most az édesapám. És hogy van most édesapád? Remekül, a meleget nehezen viseli, de bízunk benne, hogy a prostatarákat elfelejtheti, már végleg, ugye ő már 81 éves, tehát nagy valószínűséggel neki ezzel problémája már nem lesz. Minden mással persze igen, amivel egy 81 éves embernek küzdenie kell, de azt is szoktam mondani, hogy ez csak az úszhatja meg, aki fiatalon meghal, úgyhogy örülünk, hogy ő nem ússza meg ezeket a problémákat. Két másik férfiről is készítettél riportot, ők is szintén prostatarákkal küzdöttek. Az ő történetükről egy picit mesélnél, hogy mit lehet róluk tudni, és mi a közös ebben a három szereplőben? Három film készült most, ugye az egyikét Orosházán Szegeden, a másik Győrben, a harmadik pedig Budapesten, és arra törekedtünk, hogy három különböző habitusú, különböző személyiségű embert mutathassunk be, akik három eltérő betegutat jártak végig. Ugye édesapám az, aki sugárkezeléssel gyógyult meg, a budapesti betegünk az, akinek volt már műtéte, sugárkezelése, és most is gyógyszeres kezelés alatt áll, tehát meggyógyítani őt nem lehetett, de már 12 éve él együtt a prostatarákkal, és ma is jól van, tehát ez is egy nagyon fontos üzenet, hogyha nem lehet meggyógyítani ezt a betegséget, akkor is nagyon hosszan karban lehet tartani. És a győri beteg, aki pedig műtéten esett át, utána megszenvedte annak minden mellékhatásait, a vizelettartási problémát például, ami kialakult, és nagyon értékelem azt, és nagyon tiszteletre méltó, amilyen őszintén és tabuk nélkül ezt elmesélte. De nem úgy, hogy ettől ő kétségbe esett, hanem azt is elmondta, hogy mit tesz ellene, mert hogy ez a legfontosabb üzenete mind a három kisfilmnek, hogy a betegek ne érezzék magukat tehetetlennek. A ráknak bármelyik stádiumában is fedezik fel a betegséget, a beteg sosem tehetetlen. Lehet, hogy bolyong az egészségügyi rendszerben, de hogyha megtalálja azt az orvost, azt a betegszervezetet, azokat a segítőket, akik segítenek az ő útját egyengetni, akkor igenis tud tenni az állapotának a javulásáért önmaga is. Egészségügyi szakújságíróként hogyan látod, ugye sok beteggel készítettél már interjút, hogy mennyire vagyunk egészségtudatosak, mennyire megyünk el időben szűrővizsgálatokra, mert ugye ezt örök téma, hangoztatjuk mi is itt sokszor, de nem biztos, hogy eljut az üzenet a kellőképpen az emberekhez. Hát, hogy eljut, csak nem hallják meg. Nagyon-nagyon sokat gondolkodunk azzal a kollégákkal, az orvostársaságokkal, a betegszervezetekkel, hogy lehetne még másként elmondani azt, hogy tessék elmenni szűrésekre. Nem beszélhetünk általánosságban, mert van, ahol azért jobb a helyzet, van, ahol rosszabb a helyzet. Van, ahol fontosabb lenne, hogy eljussanak az emberek a szűrésekre, van, amire igazából nincs is annyira szűrés. Mi abban bízunk, hogy amikor a betegek, akik már megkaptak egy daganatos diagnózist, ők maguk állnak ki, és mondják el azt, hogy az ő életüket hogyan mentette meg az, hogy időben eljutottak orvoshoz, akkor
talán ezzel segíthetünk abban, hogy más is elmenjen. Ugye sokszor azért nem mennek el, mert azt gondolják, hogy ki fog derülni valami. Igen, nehogy találjanak valamit. De ha baj van, akkor az ott van, akkor is, hogyha nem derül ki. Tehát sokkal jobb elmenni egy szűrésre, és utána megnyugodni. Rosszabb esetben elmenni egy szűrésre, és kideríteni, hogy baj van, mert akkor meg fogják tudni gyógyítani. Hogyha már akkor megyünk el, amikor fáj, mondjuk egy prosztatarák, vagy amikor panaszt okoz mondjuk egy tüdőrák, vagy egy melldaganat, akkor már sokkal-sokkal korlátozottabbak az orvosi lehetőségek. Ha baj van, ha valakinél kiderül a kellemetlen vagy rossz diagnózis, akkor milyen lehetőségei vannak ma Magyarországon, hogy meggyógyuljon valaki? A legfontosabb kérdés az, hogy meg lehet-e műteni. Általában ez a legfontosabb kérdés. Hogyha műthető egy daganat, akkor egyrészt sokszor megijednek a betegek, hogy jaj, műtét lesz, de ezt mindig fontos, hogy tudják, hogy ez egy jó hír, mert egy műthető daganat az sokszor a szinonimája a gyógyítható daganatnak. A műtétek mellett pedig a sugárkezelés, illetve a gyógyszeres kezelések is a rendelkezésre állnak. Itt nagyon szertágazó ez a terület, hogy most melyik betegségnél éppen hol tartunk, mondjuk a hellerákot azt teljesen meg lehet gyógyítani, ha időben észreveszik, a méhnyakrákból teljesen meg lehet gyógyulni, és egy csomó más betegségből is, ha időben észreveszik, és ez a kulcs, akkor teljesen meg lehet gyógyulni. És aztán vannak olyan betegségek, sajnos erről is őszintén beszélni kell, mint mondjuk a hasnyálmirigyrák, amivel sokkal nehezebb. Ebben is van remény, mert olyan betegekkel is jelent meg például a Rákgyógyítás magazinban, akikkel együtt dolgozunk riport, akik még hasnyálmirigyrákból is meggyógyultak, és évek óta jól vannak, tehát a reményt sosem szabad elveszíteni, de az őszinte kommunikációhoz hozzátartozik, hogy sokkal nehezebb abból meggyógyulni. De az is az egésznek a lényege, hogy ott is annak van erre esélye, akit időben felfedeznek. Tehát mindenkinek az a fő üzenet, hogy ne tessék félni a diagnózistól, hanem ezzel minél hamarabb szembenézni, és minél hamarabb kipipálni ezt a betegséget, és azt hallani aztán az orvostól, amit ugye én édesapám is megfogalmazott, hogy ön egészen biztosan meg fog halni, de nem ebbe. Ez nagyon frappáns mondat volt. A 10.000 lépés programról még ejtsünk néhány szót. Nagyon sok felé szerveznek különböző programokat. Néhány éve Szegeden például egy sétát szerveztek éppen a prosztatarák napja kapcsán. Mostanában, ugye itt volt a Covid is két évig, milyen lehetőségek vannak? Lesznek-e hasonló programok itt a környékünkön? Nagyon bízunk benne, hogy lesz országszerte másfele is. Igen, a járvány az nagyon lefékezte ezeket a rendezvényeket, a személyes részvétele zajló rendezvényeket. Ugye a 10.000 lépés program egy nagy összefogásnak az eredménye. A Magyar Rákellenes Liga, a Gyógyújvelünk Egyesület, a Janssen cég, illetve urológusok, onkológusok, gyógytornászok és más szakemberek fogtak azért össze, hogy a prosztatarákos betegeket megsegítsék, azért, hogy mindazt, amit a kórházban vagy a szakrendelőben megkaphat a beteg, önmaga kiegészíthesse mindazokkal a tényezőkkel, egészséges életmóddal, mozgással, sporttal, amit ő maga hozzátehet a javulása vagy a gyógyulása érdekében. A programok egy része azért már elkezdődött tavaly, tehát tavaly is volt akkor Budapesten nagy sét, ahova vidékről is sokan eljöttek, illetve abban bízunk, hogy a következő időszakban is minél több kirándulást, túrát, orvosbeteg találkozókat sikerül majd szervezni, azért, hogy aki érdeklődik, akár beteg, akár hozzátartozó, az első kézből kaphasson információkat. De esetleg, ha még azt elmondhatom, hogy a facebook.com/10000lépés a programnak a címe, és itt folyamatosan lehet követni azt, hogy éppen az ország melyik részén mi történik. Végezetül már csak egyetlen kérdésem maradt, ami a filmhez kapcsolódik, hogy mit viszel magaddal az édesapád által mondottakból? Szerintem a fő mondatra kell visszatérnünk, az életet nem lehet feladni. Szerencsére még én ilyen élethelyzetben nem kerültem, de egyikünk sem tudhatja, hogy ez 5-10 vagy jó esetben 45 év múlva fog felmerülni, amikor erre a kapaszkodóra szükség lesz, de akkor ott lesz ez az üzenet. Akkor is, hogyha ő már nem lesz velünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt a Diagnózis új adással, két hét múlva várom önöket, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! A Diagnózis támogatója a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A Diagnózis támogatója a Szegedi Szent Vincent Rehabilitációs Központ, ahol a gyógyulás útjára léphet.